Mit tehetünk annak érdekében, hogy megelőzzünk egy esetleges lakástüzet? A szakértők szerint több dologra is oda kell figyelnünk, például, ha egy nyílt égésterű fűtőberendezésünk van. Ezek a szoba levegőjében található oxigént használják az égéshez, hogyha ebből nincsen elégséges mármint az oxigénből, akkor szénmonoxid fog keletkezni, generálódni, ez pedig ugye ez a halálos láthatatlan gyilkos, ami a sajnos tragédiákhoz vezet a legtöbb esetben. Ezeknek a kiküszöbölése érdekében tehát célszerű és ajánlott folyamatosan még a téli időszakban is napjában legalább kétszer szellőztetni. Érdemes azokat végig gondolni, azokat a pontokat, ahol ilyen eszközökkel lehet találkozni. Tehát ez nem csak egy sziasztakály, ha lehet, hanem például egy nyílt és terű vízátfolyós melegítő. Ilyenek néha konyhákban is találhatók, valamint a fürdőszobákban. Tolna vármegyében tavaly 19 esetben vonultak szénmonoxid mérgezéshez a tűzoltók. Itt ebből 5 esetben a tüzelő vagy fűtőberendezés, ez a vízátfolyós melegítő, ez fürdőszobában volt telepítve, és ide pakolták mellé az ott lakók egyébként a szilmanaszid érzékelő kis eszközt. Ezek egyébként abszolút alkalmasak arra, hogy még idejében jelentzik a problémát számunkra, tehát én mindenkit arra kérnék, hogy akinek erre van lehetőség anyagi, anyagi kerete, és van egy ilyen vízátfolyós melegítője akár a konyhában, akár a fürdőszobában, illetve egy ilyen alternatív megoldással oldja meg a szoba elegentartását, mint ez a sziasztakája, azok feltétlenül gondolkodjanak. Ilyen a tragédiával végződő esetek közül többször füstmérgezésben vesztették életüket az áldozatok. Megint csak lehet ezen is segíteni, a különböző füstérzékelő készülékekkel lehet ezeket a problémákat még idejében jelezni, de ami nagyon fontos, hogy meg kell említenünk, hogy a megerőzésen lenne itt is a legnagyobb hangsúly. Tehát itt például az ég és termékelvezetők szabad útján a biztosítását, a kémények takarítását folyamatosan ellenőriztetnünk kell, erre a kéményseprépari tevékenységet ellátó szolgáltatók az abszolút így alkalmas téli időszakban is lehet őket hívni, sőt ajánlott is, ahol ezek így el lettek halasztva. Szirát fűtőben esetében évente célszerű hívni, valamint gázzöműkészítők esetében pedig két évente. Én mindenkit arra kérnék, hogy aki ezeket így elhanyagolta volna itt az elmúlt időszakban, már csak az a sajnos esetek tükrében is ne tegye meg, és még most is a 18-18-as telefonszámon a 9.1-es menüpont alatt meg tudja tenni egyébként a kéméseprők házhoz hívását, úgyhogy ezt ne halassz el még 2022-ben összesen 103 esetben történt lakástűz. ezek a tényleges beavatkozást igénylő káresetek voltak. Összesen 300 darab tűzoltó fecskendőt riasztottak ezekhez esetekhez, és 2400 négyzetméternél is nagyobb területleg teljes mértékben a láng martalékává. Három halálos áldozattal tot, uh, kellett számolnunk. Ez tehát egy ember élet is sok. Gondolja végig, hogy milyen tűzölőfűtőberendezésekkel biztosítja a szoba uh, belegen tartását, és adott esetben a kéményseprőket riassza, igyekezzen ezeket a füst, illetve a színmonoszid érzékelő készülékeket akár saját kezőleg, ö, telepíteni, és ezekkel meg elkerülhetők ezek az esetek. Kéménytüzek egyébként 29 esetben voltak már így a megyében, tehát ez sem egy kicsit szem, tehát ezek is egy gyakori ö, problémája az égéstermék elvezetőknek, úgyhogy itt is a takarítás az mindenképpen ajánlott. Illetve az alternatív megoldásokat a fűtéssel kapcsolatban, mint például akár egy most tüzelő vagy fűtőberendezés, ezeket is javallott végig gondolni, hogy a megfelelőképpen biztonságba telepítsük, éghető anyagot ne tartsunk a közelébe lehetőség szerint, ne ott szárítsuk a ruháinkat, valamint bizonyosodjunk meg arról, hogy ezeknek a, a például akár így a szigetelése, a vezeték szigetelése az nem sérült, nem töredezett, ezeket ne felcsavarva tároljuk, hanem gyakorlatilag fektessük őket ki. Hogyha bőséggel van tennivaló, valamint a nyílt láng használata például egy konyhai főzés közben, sajnos erre is volt már itt Tóna megyében is példa, megint csak egy olyan napi cselekedet esemény, amire nem számít senki, hogy itt probléma következhet, pedig egy pillanat elég hozzá, hogy lángra kapjon egy a ruhánk. Tehát itt is kellő, óvatossággal bánjunk, én azt javaslom.